Sziasztok, Marika vagyok. Kaptam a húgomtól fűszerpaprikát, és tegnap este gyorsan beraktam azzal a földdel, tudjátok, amiben nem nőtt ki a paprika mag, vagyis nem bújt ki. Abba beleraktam, hát már késő volt, már 8 óra, mondom, hát tovább nem dolgozok, úgyhogy most hoztam komposztot, még föl lesz töltve, meg lesz igazgatva. Hát ennyinél többet nem akarok ültetni, egy sort gondoltam. Ez körülbelül egy sor, 20 darab. Kicsit lehet, hogy ritkás lesz, 24 is elférne, de jó lesz így, meg valami apák kimérő paprikát is adott. Lehet, hogy olyat én is ültettem, nem tudom, melyik fajtája ez. Most még ezt is ide ebbe elrakom. Nem akarok sokat, hát egy 5 darabot a szebbeket. Ezt meg mondta a fiam, hogy a komposztra fogjuk rakni, hát kíváncsi leszek, hogy a komposztra rakjuk-e, mert aztán 5 vagy 4-et nem lehet rakni. 2-t esetleg. De hogyan? Hát még nem is éred be. Amelyik meg be van érve, azt meg ugye át kell neki az idén forgatni, legalábbis ő azt mondja, hogy átforgatja. Ez szép, az összesnek ilyennek kéne lenni. Hát én nem tudom, miért nem sikerültek az idén, mondjuk. Annyira nem is volt kedvem semmihez, mert ugye nem vagyok annyira jól mostanába. Hát ez a halapenyő még mindig bújik, ott látok egyet. Hát ja, érdekes ez az egész. Na, ilyen vacak kis paprikáim nem voltak mostanába. Tehát mindegy. Itt is vannak, ugye? Már mutattam az előtti videóba. Most ma burgonyaültetés lesz. Halljátok, hányadika van? Hát, ha tudnám. Ugye megnézzük. Április 24-e kislányom szülinapja. Úgyhogy burgonyát ültetünk. Régebben május 1-én szoktuk, mikor fölvonultunk. Tudjátok, volt az a nagy fölvonulás május 1-én. Utána hazamentünk, aztán elraktuk a burgonyát. De leszoktunk róla mostanában mindig el, hát pár éve már áprilisban rakjuk el. Na majd arról is mutatok valamit. Tavaly is mutattam. Most is megmutatom, hát ha sikerül. Látjátok, így szóltam rá a földet. Szépen eligazgatom. Aztán erősödjön amúgy a fűszerpaprika, az nem olyan, mint mondjuk egy másik paprika, ez általában egy ilyen kis nyúzega először, de azt a később meg szokott erősödni. Érdemes gumikesztyűt húzni, mert látom ugye, hogy van, aki nem húz gumikesztyűt, hát nem tudom, annak nagyon ellenálló bőre van. Én megiszok 2,5-3 liter vizet minden nap, de ha fűthöz ér a kezem, akkor bereped, meg a férjem is. Úgyhogy én inkább a septoposzt helyett gumikesztyűt húzok, ezek a kékek elég sokáig kitartanak. Többször fel lehet használni, vagyis sokszor. Én nem teszem tönkre a kezemet. Erre mindig ügyeltem, mert emlékszek rá, amikor fiatal asszony voltam, állandóan hipózni kellett a kezet, mert hát akkor még nem vettünk gumikesztyűt, meg nem is volt annyi időm, de hát akkor is meg lehetett volna csinálni. De hát mindegy, most már. Ugye a fiataloknak ellenállóbb azért a bőre, de nem mindenki. Nem mindenki. Hát egy bokorban én 3-at gondoltam, mert régen is úgy szoktam a fűszert. Mert ugye kis nyuzeg a kis paprikák ezek nem olyanok, mint ami nekem volt, mit az egyik munkatársamtól kaptam, de
Az meg úgy nézem, nem akar kibújni. Végül is azt sem tudom, hova raktam, már mondom, majd megismerem, ha kibújik. Hát a paradicsomban nem lehet összekeverni, ugye? Esetleg mikor egy cent is még, de talán még akkor se. De mindegy. Én nem látom még sehol. Na, végeztem ezzel. Kicsit megspiccelgetem. Ha már még van itt egy kis pármetem, aztán tönkre mente, nem, azzal le is pármetezem, más le van pármetezve. Alul megöntöztem amúgy, hogy csak így a tejét még nem vesítem különben. Nem fontos. Valahol van itt egy. Hát ebben már nincsen kiszáradt, ami egy kicsi van. Ez ilyen palanta dőlés elleni volt. Hát, elfogyott. De már nem keverik újat, mert kétszer erek minden palanta dőlés ellen. Úgyhogy többször meg nem szabad. Hú, ilyen nézzetek, ezt a muskát itt, ez biztos csak letörték, aztán beledugták. Pedig nézegettem ám, hogy nem-e úgy van. De mivel nem akart kijönni, gondoltam nem. Hát mentünk rá, így már drága a 2000 forint. Talán a másik az nem olyan. Nem is látom, hova tettem. Jól van benne a sarokba. Na jó, van majd a krumplitet is. Jövök ma. Másodszor mondom. Most még ezeket elrakom, ezt az epe kimélőt, aztán kiméli vagy nem kiméli. Végül is mindent lehet enni, csak nem sokat. Ide nézzetek, az áfonya jó lesz. Kihajtott. Másik? A másik az lehet, hogy nem. Apu, az egyik áfonya, mint hogyha tönkre ment volna. Én láttam mind a kettőt, az egyik jobban. Az egyik jobban hajt, a másik is. Ja, hát mint hogyha hajtana, de olyan kis nyaflott. Ez szebb. Jóban nem kell a mandra a fonyát tenni, majd megvesszük. Megvesszük a piacon. Ugye krumpliültetés lesz. Én nem dolgozok. Én csak a krumplit rakok, mert én nem emelhetek most. A méhek jönnek, de nagyon tönkre van ez a cseresznye. Most látni, hogy hát nem hiszem, hogy halljátok. Egy-két méhet hallok csak. De mindegy, már úgyis már sokszor mutattam. Ez a zsibavirág, de szép. Uralja a terepet. Ugye az a neve? Hú. Gyönyörű. Apu, holnap valami salátás étel kell. Mert ebből lehet ritkítani. Mondjuk nem a legszebb, de... Hát, megpróbálkozunk. Milyen pörkölt? Én nem akarok pörköltet enni. Én nem akarok pörköltet enni. Nincs is itthon szerintem neki húsunk. Nézzetek a Marika, de rendnek le. Most összeszedem a papírt. Vasárnap? Vasárnap azt mondja, tojásosnak edni. Jól van, hát ez a legegyszerűbb. Hát, mi úgy sertünk vasárnap tojásosnak edni. Meg a vezetősort akkor kihúztad. Igen. Nem igazi vasárnap, nem lehet menni sehova, azt mondja. Meg ilyen, ha nem jönnek a gyerekek, ugye, akkor se. De. Most nem jönnek már. Most nem tudok annyit dolgozni. Mindenféle bajom van. Majd csinálok videót ilyen. Ezért erről a vírusról is, már megyek tesztre, fogászatra.
aztán majd megbeszéljük majd egy külön videóba, hogyha ma okosabb leszek. Most belemégettem ezekbe a vírus ölő vakcinákba. Már legalább 5-öt átnéztem. Hát meg azt hiszem regisztrálok inekcióra, mert mindenki be van holva. Hát ilyet még nem láttatok. Körülöttünk mindenki, az egész rokonság, csak mi nem vagyunk. Így meg fénik el, mert mintha azt hallottam volna, hogy ő bennük jobban mutálódik. De lehet, hogy hülyeséget beszélek. Hát mindegy, ezt hallottam. Jó. Hát ha összebeszélek megint mindent, aztán a videóban nem lesz semmi. Szedem össze ezeket a papírokat. Ma ideje igaz, a április vége van. Hát fent centire húzod a sort, papa? Jó. Lefizeled ezeket a papírokat, vagy komposztra? Elfújjasztam, fel lesz vele telek. Ja. Valahol láttam. Ja, jól van. Ide belerakom, hogy ne kelljen most bemennem. Itt vannak ilyen kapicsos kannák. De itt is láttam egyet, gondolom, hogy tőlünk ment. Az mi? Ez még az őszi kukorica. Másoki. Gondolom én, nem a miénk. Ja, ez mehet a komposztra. Kesztyűm majdnem itt maradt. Jó, most már kértünk, még a burgonya nincs kint. 10 sor, papa, ugye? 11-et hozok. Ja, vezetősort. Mennyi idő van? 10 óra elmúlott. Figyeld, még a krumplit ide készíted meg mindent, én addig megyek a mosógépet, megnézem, jó? Ja, egy sort fölvágsz, azt akkor komposztod bele, a burgonyát bele, és akkor elkezded a másikat. Nem azért, de így nagyon lassulalmas lesz már még, én egy sort fölvágok, addig te sok minden nem tudsz csinálni, igaztán már tedd, de az gyorsan megvan. Hát de a krumplit is én rakom. De hát apu, ráérünk, ne csináljuk úgy, hogy a lyukba kelljen, amikor nem is vagyok jól, a lyukba kelljen ugránom. Akkor inkább nem is segítek, csináld meg egyedül. Csináljuk úgy, ahogy tavaly meg tavaly előtt, az volt a legjobb módszer, még neked is tetszett. De most mi lenne hosszadalmasabb? Hát ugyanannyit itt vagyunk, folyamatosan dolgozunk. Na, látjátok, Karlandon a harc.
Körüljött is az első lépés, egy lépés sem ez. Apu, na. Szellemeskedsz. Én találtam ki. Megveszik. Tökítja, milyen okos vagy. Legfosszabb út is. Az első lépés, ez valami is. Mondd el. Törököknél vannak jó kis mondások, hogy a keresztőből a filmekbe. Ide majd kettőt rak már itt. Úgyis meglátom, mi ez? Olyan széles lett. Senkinyám annyira szélére kiraknunk. Úgy jött ki, hát akkor ide rakjál majd, hogy mit tudom, de kettőt rakhatunk. Úgy jött ki a lépés. Aha. Ez a rohadt ilyen füle. Nem nagyon akarnak bújni, amikor lesz. Nem azt adottak az első. A sorokra lépek, látom, hol a sor. Hogy már összetudod? Látom, hol a sor. Nem vagyok én sem magam ellensége. Ez lesz itt. Igen, igen. Most beszéljük a férjemmel, hogy nem vettem, nem jól nyomtam meg, azt utána nem figyeltem oda. A spenótot körbebastyáztam. Egy és negyed órát végeztünk. Tíz sor. Olyanok vagyunk, mint a 20 évesek. Olyan gyorsak. És akkor mondja a férjem, hogy már hajtottam. Muszáj volt nyomatnia, nem igazán. Ma szebb minden, mert ugye tegnap előtt esett eső, a szombati videó, azt mondom, hogy akkor ugye, amikor azt láttátok, akkor előtt a nap esett az eső, az már két napja volt. Milyen szép a rápca, ugye? Itt a magba. Nézzétek meg, milyen nedves a föld. Szép ez a zsibavira. Jön egy repülő, halljátok? Vannak ilyen fátyol felhők. Repülőt nem hallottam, vagy láttam, de annyira hallani. Abszolút nem látom. Hát jó van, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Most már más nem tudok mutatni, mert végeztünk. És most nincs egy darabig munka, ugye majd, hogyha lehet palántálni. Sziasztok! Írjatok kommentet!